Naponta friss témák, hírek. Biogyógyulás.hu. Az egészség legyen veled. Ebben a videóban azt nézzük meg, hogy miért kedvelünk, vagy miért nem szeretünk egy adott ételt, és hogyan tudunk ezen változtatni. Szeretettel köszöntök mindenkit! Ahhoz, hogy megváltoztassuk az étrendünket, hogy elhagyjunk bizonyos ételeket, és átálljunk más ételek fogyasztására, úgy is mondhatjuk, hogy diétát váltsunk, elengedhetetlen annak megértése, hogy valójában mi késztet minket arra, hogy adott ételt fogyasszunk, másokat meg ne együnk. Vannak ételek, amelyeket kedvelünk, így ugye gyakran fogyasztjuk őket, és vannak olyan ételek, amelyeket nem kedvelünk, így egyáltalán nem fogyasztjuk őket. Belegondoltál már abba, hogy honnan erednek azok az ingerek, amelyek arra késztetnek, hogy valamit megegyél, megigyál, mást meg ne fogyassz. Mert ez ugye mindenkinél más és más. Szeretjük enni a fagylaltot, szeretjük enni a párunk vagy az édesanyánk által készített ételeket, szeretjük fogyasztani esetleg azokat a süteményeket, amelyeket együtt fogyasztottunk éveken át a kollégáinkkal a munkahelyünkön. Miért is van ez? Az azonnali válasz, amit a legtöbben adnak erre a kérdésre, hogy azért eszem ezt az ételt, mert ez finom, vagy mert mondjuk jó az állaga, a másikat meg azért nem eszem, mert nem ízlik, vagy mert nem néz ki jól. Valójában minden kedvelt vagy nem kedvelt étel mögött az adott ételhez kapcsolódó érzelmeink húzódnak meg, az érzelmeinkkel állítjuk elő a belső ingereket. Érzelmi reakciók alakulnak ki bennünk a különböző ételek iránt, korábbi események és tapasztalatok alapján. Ez minden mással is így van, nem csak az ételekkel. Szeretünk például adott helyre menni kikapcsolódni, máshol meg nem megyünk, mert adott helyen jó érzések jelentek meg bennünk, a másik helyen meg esetleg rosszak. Tehát ahogy minden máshoz, ugye a különböző ételekhez és italokhoz is egy érzelmi értéket rendelünk hozzá. Van, amihez nagyon pozitívat, van, amihez semlegeset, és van, ami pedig nagyon negatív értéket kapott bennünk. Hogyan is történik ez, hogyan alakul ki bennünk az érzelmi kapcsolat egy adott ételhez? Számos alkalommal fogyasztottunk mondjuk adott ételt együtt a családdal, ünnepekkor, születésnap alkalmával. Számos alkalommal fogyasztottunk mondjuk egy másik ételt hétvégenként, nyaranta, amikor pihentünk, kikapcsolódtunk, szórakoztunk, amikor elengedtük magunkat. Vannak ételek esetleg, amelyeket a szerelmünkkel fogyasztottunk gyakran, amikor például sétáltunk együtt a parkban, és lehetnek olyan édességek, sütemények, amelyeket mondjuk az egyetemen, a főiskolán, a vizsgák előtt tettünk rendszeresen. Ezekben a különböző élethelyzetekben a bennünk megjelenő érzéseket hozzákapcsoljuk az adott ételhez vagy italhoz. Ha olyan helyzetben ettünk gyakran egy ételt, amikor nem éreztük jól magunkat, negatív érzéseket kapcsolunk az adott ételhez, például amikor gyerekkorban mondjuk sokszor ránk erőltettek esetleg egy ételt, amit nem akartunk megenni, tehát nem éreztük jól magunkat az adott helyzetben, negatív érzéseket kapcsolunk az adott ételhez. Amikor anyánk kedvenc ételeit fogyasztjuk, valójában az anyai, a női szeretetet fogadjuk be. Amikor a párunkkal korábban gyakran fogyasztott fagyit esszük, a szerelem érzéseit idézzük fel magunkban. Ha pedig esetleg egyáltalán nem kívánunk már egy adott édességet, az lehet, hogy azért van, mert mondjuk a főiskolán, az egyetemen nagyon utáltuk a vizsgákat, és a vizsgák előtt mindig az adott édességet fogyasztottuk. A hétvégi nagy evések mögött a szabadidőnk érzelmi értéke húzódik meg. Végre egy hosszú, nehéz hét után pihenhetek egyet, és azt tehetek, ihatok, amit akarok. A gyakori alkoholfogyasztásnál az érzelmi érték a legnyilvánvaló. Adott ételek, italok sokszori fogyasztása egy idő után szokássá alakul el. Olyan sokszor esszük, isszuk, hogy megszokjuk, a fogyasztásuk automatikussá válik. Természetes lesz, hogy ugye ezeket az ételeket eszem, másokat meg nem eszem, és ezek a belső motiváló érzések már nem lesznek annyira egyértelműek, illetve folyamatosan változhat a belső érzelmi ok is. A hamburgert, a pizzát és a sült krumplit lehet korábban a munkatársakkal való együttléthez társítottuk,
mindig együtt ebédeltünk délben, és jókat dumáltunk, tehát érzelmileg kielégültünk a munkatársakkal való együttlét által. Most viszont lehet, hogy már ezeket az ételeket a hétvégi pihenéshez társítjuk, a pihenés által nyújtott érzelmi kielégülést rendeljük hozzá. Ha megvizsgáljuk az ételeket, amelyeket jelenleg fogyasztunk, szinte mindegyiknél feltárható az az érzelmi érték, ami hozzá van rendelve az adott ételhez, és azt is visszakereshetjük magunkban, hogy mikor is alakult ki az érzés bennünk az adott étel vagy ital iránt. Nem fogunk tudni egy adott új diétát hosszú távon megtartani, ha azokhoz az ételekhez, amelyeket el szeretnénk hagyni, pozitív érzésekkel még kapcsolódunk, és az új fogyasztani kívánt ételekkel pedig nem alakítunk ki új pozitív érzelmi kapcsolatot. Ennek az első lépése, annak belátása, hogy minden étel és ital elsődlegesen táplálék, és nem szórakozás vagy érzelmi forrás, más szóval az ételek és italok elsődleges fő feladata, hogy fehérjékkel, zsírsavakkal, szénhidrátokkal, vitaminokkal, ásványanyagokkal, nyomelemekkel, antioxidánsokkal lássák el a testünket. Tehát a táplálékot lássuk az ételben. Kapcsolhatunk érzéseket az ételekhez, de ez csak is a második lehet a sorban. Nem lehet fontosabb annál, hogy az ételnek táplálnia kell a szervezetünket. Miután ezt beláttuk, az átalakítás második lépése, hogy elkezdjük vizsgálni és feltárni azt, hogy miért tesszük a jelenlegi ételeket, milyen érzések kapcsolódnak hozzájuk, mi az oka, honnan ered az adott étel vagy ital iránti vágyunk, tehát milyen érzelmi kielégülést végzünk a nap mint nap fogyasztott egyes ételekkel és italokkal. Ha találunk olyan ételeket, amelyeket nem elsősorban a tápértékük miatt fogyasztunk, nézzük meg azt, hogy melyek azok, amelyeket érdemes megtartanunk, és ráadásul esetleg sok jó érzés is társul hozzájuk, és vizsgáljuk meg azokat is, amelyekhez szintén jó érzések kapcsolódnak bennünk, de közben tisztában vagyunk vele, hogy nem tesznek jót az egészségünknek. Az első és a második lépés után már rengeteg változtatásra lesz lehetőségünk, hiszen tudatosulnak bennünk az okok, tehát a racionalitás szintjén megjelennek a korábbi folyamatok, így tudatosan el tudunk kezdeni elhagyni egyes ételeket és újakat bevezetni. A harmadik lépés annak belátása, hogy a mennyiségnek igen nagy szerepe van az egészségünk szempontjából, és nem csak olyan szempontból, hogy mekkora adagokat eszünk, hanem például nem kell teljesen és véglegesen kizárni mindent, mert a szélsőségesség soha nem vezet eredményre. Például ne azt a döntést hozzuk, hogy mondjuk teljesen elhagyjuk a fehér lisztet tartalmazó ételeket, hanem először is hozzuk meg azt a döntést, hogy lecsökkentjük a heti mennyiségünket mondjuk a negyedére. Ha eddig mondjuk naponta ettünk nagy mennyiségben csokit és süteményt, az legyen inkább az első lépés, hogy ezen túl hetente max. 2 alkalommal fogyasztunk csak csokit és sütit. A mennyiség kulcsfontosságú, bármilyen ételről is legyen szó. A naponta eszem a Mekiben nem ugyanaz, mintha csak mondjuk hetente egy alkalommal lennék a Mekiben. Ha heti 2 kiló szénhidráttal terheljük meg a májat és a hasnyálmirigyet, az nagyon nem ugyanaz, mintha fél kilóval terhelnénk, és az sem mindegy, hogy mondjuk tiszta cukrot eszünk, vagy gyümölcsöt. A negyedik lépés pedig hozzárendelni az új fogyasztandó ételekhez a táplálék értékét. Ez a negyedik lépés az előzőekkel egy időben történhet, és ez a legfontosabb, mert itt szilárdítjuk meg érzelmileg a kapcsolatunkat az új ételekkel. Az egyetlen egy érzés, amit célszerű az ételekhez hozzárendelnünk, az az, hogy táplálja a testemet, hogy azért eszem ezt az ételt, mert ez táplál, mert ez látja el a testemet a szükséges, hasznos anyagokkal. Ennek a folyamatnak nagyon sok új étel esetén olyan hatása is lesz, hogy amit korábban esetleg nem kedveltünk, mert mondjuk nem volt jó az íze, azt most elkezdjük szeretni, finom lesz egyszerűen azért, mert pozitív érzéseket kezdtünk el az adott ételhez társítani. Csak az ételekhez és italokhoz kapcsolódó érzelmeink megváltoztatásával tudunk hosszú távon fenntartani egy új diétát, csak úgy tudunk tudatosan új ételeket bevezetni a táplálkozásunkba, ha a táplálék pozitív érzését rendeljük hozzá ahhoz, amit enni szeretnénk.
Ha nem ezen a tudatos úton járunk, a sors fájdalommal, nehézséggel, tehát betegséggel fog rávenni minket arra, hogy változtassunk a diétánkon, tehát vagy tudatosan csináljuk, vagy elszenvedői leszünk a szükségszerű változásoknak. Köszönöm, hogy végignézted a videót, nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!